Sziasztok! A mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan szereljünk át egy régi kulcsból, egy új kulcsba vezérlő elektronikát, ami nyitja, illetve zárja az ajtót, illetve hogy hogyan tudjuk kicserélni kulcs tollat, vagy kulcs szárat, nem tudom pontosan, hogy mi ennek a neve. Ugye, mert ez a régi kulcs. Egyébként egy Passat kulcsa. 3B5 névvel. Ez az új. Mert látható, hogy nincs megmunkálva a kulcs, úgyhogy erre nem lesz szükségünk. Jelenleg. Az első, most a legfontosabb, hogy mire van szükségünk. Szükségünk van egy kis csavarhúzóra, ami egyenes, illetve egy csillagcsavarhúzóra. Kezdjünk is akkor hozzá. Először kezdjük a régi kulcssal. Én már kicsit előre dolgoztam, mert ezt a jelet elég nehéz leszedni róla. Kicsit már meglazítottam. Lehet, hogy ti jobban jártok, hogyha egy tapétavágóval alányúltok. Én ezzel a kis csavarhúzóval szenvedtem kb. 2-3 percig, mire eddig megbírtam csinálni. Elég nehezen jön le. Szerencséseknek ez már nincs rajta. Hogyha már nagyon-nagyon régi a kulcs, vagy nagyon kopott, az egyébként egy fém alumínium darab Volkswagen jellel. Nincs rá szükségünk, van másik. A lényeg viszont az, hogy ez alatt található meg egy csavar, ami majd ezt a kulcs részt, és pontosabban ezt a kulcs részt tartja össze. De még ne haladjunk ennyire előre. Először szedjük szét. Szétpattintani itt tudjátok. Egy mozdulattal. Van nekünk most a zárvezérlő elektronikánk külön, illetve a kulcs a rész, jó koszos. 18 éves a Passatom, úgyhogy nem egy mai darab. Kezdjük ezzel az elektronika résszel. Mindenféle felirat van rajta, össze-vissza, már ez nyomkodva, karcolva, átfúrva. Mindenféle történt már ezzel kulcssal. Mint mondtam, nem egy mai darab. Ez pedig, nem tudom, hogy honnan lenne érdemes megkezdeni. Talán innen. Szét is esett minden. Jó. Amit láthatunk, hogy 16-20-as elem kell bele, CR1620, 3 voltos. Ebből kell nekünk 2. Igazából ezért is csináltam meg ezt a videót, és hogy csinálom ezt a videót, mert ennek a típusnak a cseréjét nem találtam sehol sem a YouTube-on. Ez a nem tartó rész, vagy micsoda, ez ki is esett belőle. Na, és itt az elektronika. Ez nekünk fontos. Óvatosan bánjatok vele. Most éppen nem akar kijönni. Eltörni pedig nem szeretném, mert akkor biztos, hogy teljesen másik kulcsot kell vennem. Na. Ott van az elemnek az egyik érintkezője, a másik itt van. Nem tudom, mit lehet ebből látni. Vannak rajta feliratok. Két gombos. Az ovális. Ovális fajta kulcs.
Jó, akkor ami nem kell, azt félre is tesszük. A régi alkatrészeket, elemek nem kellnek. Jó, ez még szükséges lesz, és akkor haladjunk tovább. És ezt a kulcs részt próbáljuk meg szétszedni. Ehhez lesz szükség a csillagcsavarhúzóra. Hosszabb csavar. Aztán, hogy ezt honnan tudom szétpattintani. Oh, ez már jön is. Oh, vigyázzatok, mert ugyebár a kipattintás miatt van benne egy rugó feltekerve. Óvatosan. Ne lőjétek a szemeteket, vagy bármi mást. Na, ez egész könnyen szétjött. Azt nem tudom. Ah, király, ez is szétjön. Jó. Hogyha mindig ez nekünk csak erre lesz szükségünk. Ezt rakjuk majd bele az új kulcsba. Valábbis én így fogom tenni. Azt mondja, ó. Oh. Arra is szükségünk van ebben. Csak ez hogy jön ki onnan? Ah, kés esett. Ez a immobilizernek a chipje. Ez kell nekünk mindenféleképpen, mert hogyha ez nincsen benne a kulcsba, akkor nem fog indulni az autónk. Vagy lehet, hogy beindul, csak egy-két másodperc után leáll. Nem tudom, hogy itt a Volkswagennél ez hogy működik. Na, tehát akkor erre szükségünk van. Erre a régi részre nincs, a másik oldalra nincsen szükségünk, ezt félre is tesszük. Illetve erre a rugós részre sincsen szükség, meg ez a nyomós részre sincs szükség, mert hogyha minden igaz, ez benne lesz a másik kulcsba. Kis csavarra sincsen szükségünk, úgyhogy ami fontos, az nekünk, illetve nekem ez a három dolog. Na. Kicsit félre tolom. És akkor nézzük a új kulcsot. Kínából rendeltem természetesen, mint ez is onnan jött. Nem mondom azt, hogy nagyon jó minőségű, de 6,5 euró volt, úgyhogy nem várok tőle csodákat. Egy-két évig működik, én annak örülni fogok, bár elég masszívnak tűnik. Itt láthatjuk ezt a kis csavart, amit ki kell nyitnunk majd, de először szedjük szét. Hát igen, minőségen látszik, hogy nem a gyári, hiszen ahogy a csavarhúzóval meghúztam, meg megnyomtam, ez meglátszik rajta. És egy kicsit, de valószínűleg még rengeteg sérülés lesz ezen a kulcson, úgyhogy én most ezzel nem foglalkozom. Na, akkor ezt előbb hogy szedtük szét? Valahogy így. Jobban járok, hogyha csavarhúzóval csinálom. Mondjuk innen. Minden szemből? Ah, minden szemből. Minden sikerült találnom rajta egy normális fogást. Hogy szét tudjam szedni. Na igen. Akkor láthatjuk a belsejét. Erre a kis dologra pillanatilag nincsen szükségünk, hogy lerakom. Itt ez az elemnek a érzékelője, vagy hogy hívják ezt az egyből kés esett, ennek mondjuk annyira nem örülök. De talán jó lesz ez így. Na, hát mit látunk?
Igazából szinte ugyanaz, mint a gyár így ránézésre. A jobb oldali a gyár, a bal oldali az után gyártott. Nyilván ezen látszik a különbség, hogy ezenben semmi nincs. Ezen még az egy látszanak a piktogramok, hiszen új. Belülről... Hát igen, a gyári az már le van törve. Ezek, amit tartják az elektronikát. Ezen pedig még jók. Na, akkor próbáljuk meg belerakni. Azt hiszem, hogy így kell. Ez csak ennyi. Azt hiszem, ez csak ennyi. Na és hogyha már cserélünk kulcsot, már azért lesz ki, mintha nem lenne jó. Csak belelóg. Kicsit hajlítok rajta. Szóval azt akartam mondani, hogyha már kulcsot cserélünk, ezt szétszedtük, akkor már elemet is fogok cserélni. Természetesen azt is Kínából rendeltem, honnan máshonnan. Na, az így benne van. Minőségi kínai Da Vinci elemet. Tökéletes lesz nekem. Csak is passzoljonnak is. Néhány hetet biztos ki fog bírni. Felé lennie. Tehát akkor így kell raknom. Igen, az első probléma, hogy már után gyártott kínai dologról beszélünk, az elem az kiesik belőle. Nem tartja feszesen, mint a gyári. Ennek nem örülök, de hát ennyi pénzért ne várjak csodát. És akkor elvileg ezt kell nekem most összeborítani ügyesen. De ezt is bele kell raknom, mert szeretném, hogyha rajta lenne. Fog ez menni, szurkoljatok. Én izgulok. Összepattant rendesen. Oké, van a hangja, tehát akkor előleg nyomódik is rendesen. Ezt a kis pityuszkát is ráraktam, úgyhogy ez könnyebben ment, mint gondoltam. Bármint, hogyha nem lenne rendesen összerakva. Na jó. Akkor az elektronika résszel meg vagyunk. Ezt addig félreteszem. Jöjjön a kulcsos rész. Ugye már korábban említettem, hogy itt van ez a kis csavar, amit ki kell szednünk, ahhoz, hogy szétjön ez a kulcsos rész. Óvatosan szedjétek szét, mert ugye ebbe is van ez a rugó. Aha, és itt már egy rövidebb csavarral találkozunk. Ez könnyebben szétjön, mint a másik oldal. Ott a rugó. Szóval tartani kell, hogy jó legyen. Aha. És ez kétszer van megtakarva. Nem. Másfélszer? Hogy van ez?
Szóval ez most így benne van teljesen. Akkor azt most nem is bántjuk. Szóval erre az új részre egyelőre nincsen szükségünk, mert a régit fogom bele visszarakni, úgyhogy ezt félre is teszem. Ezt fogom bele visszarakni. Hogy is van ez? Tehát elvileg ez így van. Akkor ez majd innen kell, hogy jöjjön. Nem vagyok egy műszaki zseni, gondolom ez már feltűnt nektek. Ezért volt ez másfélszer megtekerve, mert gyenge ez a rugó. Úgyhogy kell még rajta tekernem egyet. Ezért csak egyből kipattam. Nagyon szuper. Na, azt hiszem, hogy akkor rakhatjuk is össze. Ó, nem. Az én mocsipet kihagytam. Úgyhogy ne járjatok így, jó? Ejjjjj. Na, akkor szedhetem szét még egyszer. Óvatosan szedjétek szét ti is. Bár remélem, ti tanultak az én hibámból, és nem jártok úgy, hogy az én mócsippet kihagyjátok. Oha, most jön az egész. Na, hova is kell ezt rakni? Minden szétkorul, minden szétesik. Na, az én mócsippet berakjuk. Mondjuk jó az úgy. Kicsit megnyom a csarózónak a fejével. Az úgy biztos, hogy nem fog onnan kiesni. Na, aztán kell nekem ez. Hogy is van ez? Ha nyitva van, hanem hogyha csukva van, akkor így áll. Ezt pedig ide kell, de akkor kinyitjuk, kinyitva rakjuk össze. Úgy, és akkor melyik irányba kell most tekerni? Nem jó, szétesett. Persze, hogy nem jó, miért is lenne jó. Jól akarom én ezt összerakni. És görbítettem már a rugót, nagyon ügyes vagyok. Kerekölte csak egyet. Itt a nagy tekerés közepette sikerült lepolítanom az állványt.
Na mindegy, az a lényeg, hogy sikerült összeraknom nagy nehezen. De nem működik olyan tökéletesen. Lehet, hogy csak le kell járatni. Jó lesz ez nekem. A kis passzolyomnak is tökéletes lesz. Na, tegyük vissza bele a csavart. Összetolhatjuk az elektronika részével. Na, úgy tűnik sikerült összerakni. Hát nem mondom azt, hogy 100%-osan működik. Amikor benyomom, akkor nem indul egyből. Amikor felengedem ezt a benyomó gombot, itt már jobban lehet látni. Benyomom, a gyár ilyenkor már egyből kipattam, de most ez is. Hát ez, nem értem, hogy mi lehet. Na, most működik. Látod, csak be kell járatni? Vagy mi? Ó, ez itt egy kicsit kiáll. Hát igen, nem gyári kulcs. Ilyen nagy elvárásaim mi, hogy még tökéletes is legyen ilyen kevés pénzért. Annyira végül is nem feltűnő, de